Mama klub érkezett ide a Somogyi Könyvtárba, és hát a kicsik olvasási szokásairól lesz majd egy előadás vagy foglalkozás. Egészen pontosan mi fog itt történni a következő órákban? Nagyon remélem, hogy egy interaktív beszélgetés, mert úgy gondolom, hogy főleg itt a 0-3 korosztályt anyukákkal fogok inkább beszélgetni. Ők még nem annyira olvasnak a gyerekek, hanem nézegetnek. És úgy gondolom, hogy akkor tudunk hatékonyak lenni, hogyha ez valóban egy dialógus lesz, tehát hogy nem csak én papolok, hogy mit kéne a gyerekkel csinálni, hanem tudunk közelíteni, és hosszú távon is az lenne a jó, hogyha a szülői és gyermek visszajelzéseket felhasználva tudnánk olyan könyveket készíteni a Manó Kiadóval, aminek én a főszerkesztője vagyok, ami valóban az ő igényeiknek felel meg, és ahhoz igazodik. Különleges korosztály, hiszen ugye olvasni ők még nem tudnak, viszont nagyon színesnek, nagyon figyelemfelkeltőnek kell lenni egy-egy ilyen könyvnek, amit nekik szánnak. Hogyan lehet ilyen könyvet jól elkészíteni? Amikor a felnőtt ember egyszer csak azt látja, egy ilyen úristen, milyen színű dolgokat kell játékból és könyvből a gyerekei elé tenni, akkor ez a megrémül. Aztán, amikor a gyerek visszajelzését látja, akkor megnyugszik, hogy igen. Tehát azt tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy az ő későbbi fantáziája és a vizuális fejlődése az kellőképpen alakuljon, hogy ilyenkor bátran használjunk színeket. Ugye hiába nagyon szépek a részletgazdag képek, ebben a korosztályban ez még nem sokat segít. És minden, ami ezeket a kis finomotoros dolgokat fejleszti náluk, az segít. Figyelnünk kell arra, hogy ne tudja lenyelni, ne legyen feltétlenül az első mozdulattal lekapható, ne vágja le kezét, ne ázzon fel attól, hogy ráfolyik a nyála. Hát ugye ezek mind ilyen gyakorlati szempontok, de fontosak, és hát hogy minél többször tudja kibecsukni azt a bizonyos kis ablakot, feltolni. És ő ezzel ügyesedik, mi egy kicsit lefáradunk, de azért összességében jól szórakozik a papa is, mama is, meg a baba is főként. Az anyukák elsősorban milyen információt fog megosztani? Hát kíváncsi ezek, hogy ők mit kérdeznek tőlem. Én próbálnám így bátorságra buzdítani őket, hogy ne csak a nagy mennyiségben nagyon promotált könyveket vagy figurákat merjék megfogni, hanem néha egy kicsi időt szakítsanak magukra, a gyerekre arra, hogy megnézzenek néha egy jobban elbújtatott vagy sajnos elbújt kiadványt is, és szerintem inkább már ugye attól függ, hogy mennyire kicsik és nagyok lesznek, de az óvodába, a közösségbe kerülés, amikor valóban mesélés felé kezd menni a készségfejlesztés felől a könyv útja, arra felé fogjuk terelni, hogy majd akkor mi lesz érdemes figyelni, hogy hogyan ne legyen ez kudarc élmény, hogy az én gyerekem nem bír végig ülni egy mesét, mert végig tudja ülni, csak mondjuk lehet, hogy nem feltétlenül azokkal a hosszúságú mondatokkal és hosszúságú mesékkel kell kezdeni, hanem azzal, ami valóban neki íródott. Ugye ez ruhából is nagyon tetszik nekem, ami a 10 éves kisfiam nagyon vagány, de az én 1 éves kisfiam van, az még nem úgy néz ki. Tehát ez mesével is egy kicsit hasonló, hogyha nagy a cipő, akkor orra fog esni. Ha még nagy a mese, akkor meg belebukunk, és az egy nem jó élmény, hogy nem az összebújós, meghitt dolog lesz belőle esténként, hanem, és ugye itt is emelni kell a téteket, hiszen akkor fejlődünk, hogyha egyre mélyebb tartalom lesz benne, meg hát, hogy merjünk mi is magunktól mesélni, szerintem az egy másik nagyon fontos dolog, hogy persze én arra szoktam biztatni, hogy magunk ellen beszélek, hogy nagyon jó fejből mesélnünk. A gyerek mond figurákat, és azt lehet főzés közben, lehet takarítás közben együtt szőni, délután is, meg reggel is, és amikor este fáradtak vagyunk, és kell egy kis mankó, akkor olyan jó összebújni, hogy nézzük a könyvet, és ugye tényleg nagyon fontos azért a vizualitás is, és a vizuális nevelés is. És akkor meg olyan jó, hogy ilyen kész meséket is kapunk, de mindent lehet tovább gondolni, és utána meg bátran nyúljunk olyan mesékhez, ami esetleg elsőre tabu témákhoz nyúl, hiszen nem, hát ez körülvesz minket ez a világ, amiben vannak problémák, amivel szembesülni kell, és nem feltétlenül csak a hétfejű sárkány, vagy az egyfejű az, aki veszélyes, vagy aki a probléma megtestesítője, hanem vannak olyan gyerekkönyvek, amik most már tényleg arra reflektálnak, ami a valós élet, hogy anya azért szomorú, mert mondjuk apa már nem él együtt, de hogy közben tök boldogok leszünk. Tehát, hogy igenis vannak ilyen mesekönyvek is, és attól az még mese, csak mondjuk segítő. Gyermekkönyvekben most mi az aktuális trend? Jaj, hát ugye ez a gyerekkönyv, ez a 0-tól 15-6-ig, tehát így egy kicsit nehéz szelektálni. Én
Én azt mondanám, hogy amit mi most nagyon szeretünk, most a saját házunk tájékáról, az első olvasóktól, alsósok és felső alsó részén, mondjuk ezek a nyomozós könyvek, azt látom, hogy nagyon szeretik. Ugye ez egy kicsit rímel arra is, hogy a szülőknél nagyon nagy reneszánsz van a nyomozós, a krimis történeteknek. Ugye mindenhol Sherlockék jönnek, meg mindenféle helyszínelők. A gyerekeket megleptük egy Sherlock Löpen és én című sorozatta, ahol Irene Adler, a nyomozó, a későbbi nagy nyomozó egyik társa, egy lány. És ő az ő szemszögükből meséli el ezeknek a 10-12 éves fiataloknak a kalandjait. És egy kicsit több is kiderül, nem csak a nyomozás, meg a rejtélyek, hanem ez az 1800-as évek végés, egy francia üdülő város hangulata, második részben London úgy életre kell, és ez nagyon inspiratív az ő fantáziájuknak is, de én is nagyon szerettem szerkeszteni. Például ugye megtanuljuk az alapkrimi sémákat, ami szerintem az élményszerű olvasásra való nevelésben is nagyon fontos. Nem kell mindig atomfizikát olvasni, tehát, és ez nem úgy ponyva. Szerintem ez egy ilyen a lányoknak, vagy inkább lányosabb, de unisex az Agatha Nyomoz sorozat, ami meg 8 plusz korosztályos, abban még vannak illusztrációk. Azt látom, hogy ezt például nagyon szeretik. Aztán ami a Bori Brand, ami óvodába, hogyha már brandeket és trendeket mondunk, akkor szerencsére Bori a szőke, kis cserfes kislánynak a történetét nagyon szeretik az ovisok, és ő felnőtt. És vannak olyan kis regények, ami nekem megidézi mondjuk a két Lotti világet, de még frissebb és aktuálisabb, és ott is azért előkerülnek olyan problémák, amik kortalanok, hogy milyen először elmenni táborozni, például ez a lovastanyás történetben van, vagy hogy mindenki kapott messzerelmes levelet az osztályba, és én nem, is ez most ciki, vagy nem ciki. Hát nem biztos, hogy ciki, de azért inkább főzünk egy varázsitalt, hát ha mégis kapok, tehát hogy ezek ilyen nagyon bájos történetek, és én azért nagyon szeretem. A másik pedig, amire ugye a másik véglet, eddig a nagyon kicsikről beszéltünk, hogy felneveztettük azért most már mi így a manókat, és a kamaszoknak jelentkeztünk idén egy Rólad neked sorozat, vagy hát az összefoglaló neve a kamaszoknak szóló könyvünknek, hogy Rólad neked, és a fő ilyen könyvünk, ez a DAC, vagyis hát a DAC című sorozat, aminek az első része egy új élet megjelent, és egy magyar szerző aki ezt megálmodta, Kalapos Éva, és nagyon-nagyon jó érzés úgy a célközönségnek adni egy könyvet, hogy azok a visszajelzések, hogy igen, betalált, tényleg róluk és nekik szól, aktuális kamasz problémákkal, de mellette pedagógusoknak és a szülőknek is lehet egy kulcs azokhoz a gyerekekhez, hogy mi történik, amikor azt látjuk. Bizonyos jeleket látunk, és mondjuk rájön a főhős, hogy a barátnője bulimiás, és hogy most akkor oda merjek állni, és lehet, hogy a barátnőm soha az életben nem fog velem beszélni, mert én elárulom, de akkor mentem meg, hogyha segítek, és egy kicsit az is az üzenet, hogy találjuk meg a jófej felnőtteket a környezetünkbe, és merjünk segítséget kérni, de mindezt azon a nyelven, azokat a filmeket nézve, azokat a zenéket hallgatva, végig skype-olva és messengerezve, hogy tényleg magukénak érzik, és ami meglepő volt, nagyon rózsaszín borítójú a könyv, de fiúk is, tehát ez egy ilyen külön jó dolog, és úgy gondolom, hogy például Dacot olvasni, az most menő. Jön a karácsony. Mivel készül a kiadó erre az időszakra? Tavasszal volt ez a rendményhirdetés az Aranyvackor pályázatnak, ami az egyik legrangosabb gyerekkönyves elismerés. Az Aranyvackornak az a különlegesség, hogy mindig tematikusan hirdetik meg a gyerekkönyvesek, és idén a legendák világa volt, legendák volt a téma, és mindig alkotó, tehát író, és képzőművész, illusztrátor együtt jelentkezik, és kiadókénkor megkapják az anyagokat, mi kiválasztottunk egyet külön díjra, és szerencsére a zsűri is úgy gondolta, hogy mindenképpen értékelni kell, ez pedig Turbuj Lillának és Horváth Ildének a Talált szív története legendája volt, akkor meg a címe. És ez egy olyan nagyon szívmelengető történet, aminek a vége azért így a karácsony felé mutat, szeretetről ovisoknak és volt ovisoknak öt tételben, és ez például ez egy nagyon szép ajándék
is könyvtárként is gyönyörű, és maga a történet is. Pepe, a nagycsoportosok is, aki megy és keresi annak a szívnek a történetét, amit a zavarban talált. Ez olyan, amit szerintem tényleg az ovisoktól, a nagymamákig mindenki szívesen látna a karácsonyfa alatt. Ez egy olyan klasszikusabb ajándékkönyv. Aztán mondjuk a fiúsapáknak nagyon tudnám ajánlani Nógrádi Gergőnek és Hajbalacinak a közös könyvét. Hajba László illusztrálta, Nógrádi Gergely írta, Csodakosarasz címmel. Úgy avat be a kosárlabdázás szabályaiba, hogy közben egy meccs története elevenedik meg, tele varázslatos bűbályos elemekkel és némi kis varázsitallal, nagyon-nagyon helyes és vicces illusztrációval, és ezt olyan férfiasan meg lehet beszélni, hogy és akkor ott hogyan volt ez a szabály. Ezt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség is támogatta és legtalálta, tehát minden szabály valóban úgy van a helyén. Például ez szerintem nagyon jól mutatna úgy a falat. Hogyan lehet manapság a fiatalokat rávenni arra, hogy olvassanak? Egy kiadónak azért mégiscsak könyvekből kell megélnie, ugyanakkor ott van egy csomó konkurencia, a mozifilmektől kezdve a televízión át az internetig. Hát igen, ezt szokták mondani, hogy a tévé meg laptop harmadik része, hogyan lehetünk mi könyvek. Hát szerintem az a titok, hogy jó könyveket kell csinálni. Tehát, hogy azt kell nézni, hogy mi az, ami valóban érdekli őket, olyan nyelven, ami érdekli őket, és akkor mi is jól érezzük magunkat, és valószínűleg ők is megfogják. Én abban hiszek, hogy olyan témájú és olyan kivitelezésű könyvekkel kell előrukkolni, ami hozzájuk illik, és akkor el lehet mozdítani, mert azért olyan jó, mert kapunk visszajelzéseket, hogy nem tudta letenni, meg kérdezik, hogy mikor jön a következő, és tényleg, amikor csak az egy könyv szerepel a listán, írja a szülő, azért azok olyan remény teljes dolgok és visszajelzések, és azért nem csak a csodabogarak olvasnak, úgy tűnik. Tehát azért nézzünk magunkra, mi is használjuk azt is, meg amikor nagyon fáradtak vagyunk, akkor néha kell, hogy egy kicsit bambuljunk egy jó filmen, vagy egy kevésbé jó filmen, ami egy kicsit ilyen limonád, és így kikapcsol. Nekik is van. Szerintem a végletek semmiben nem jók. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ne kapcsoljuk be a gépet, mert csak rossz dolog jön az internetről, vagy ne nézzenek meg egy filmet. Hozzuk úgy össze, hogy érdekes legyen nekik az is, és ugyanúgy el tudjon varázsolni, mint ahogy a film. Tehát, hogyha jól van megírva egy könyv, akkor ugyanúgy teremt egy másik valóságot, és az csak a sajátja, mert azt ő úgy képzeli el. Azt meg szerintem kell lenne elvenni bárkitől.